És még egyszer fantasztikus sztorit dolgoz fel, hogyha engem kérdeztek. Nekem a kedvenc animém, úgyhogy ezt gondolom nem kell túlmagyarázni, hogy borzasztóan élveztem a történetet, így sokadszorra, így ezredszerre is. Viszont, ha értékelésről akarok beszélni, miközben szól ez a csodálatos és megunhatatlan zene, amellett nem lehet elmenni, hogy rengeteg nagyon-nagyon fontos rész, az kimaradt a játékból. Rengeteg rész csak szóban lett elmesélve, epikus jelenetek, epikus mondatok kilettek hagyva belőle. Úgyhogy amellett nem tudok elmenni, hogy bár ez egy remek történet, és nagyon sok fillert sikerült kihagyni, nagyon sok filler így is bekerült a gameplaybe, és nagyon sok epikus mondatot és jelenetet hiányolhatnak azok, akik igazán nagy Dragon Ball fanok. De a zene az fantasztikus, a szinkronok is rohadt jók, viszont a gameplay az, ahol vannak problémák. Szóval 10 stream alatt én ezt veletek együtt végigjátszottam ezt a játékot, de úgy a harmadik, negyedik, ötödik stream körül, tehát mondjuk, hogy a játék felénél, ott már nagyon éreztem, hogy ez kevés. Az az igazság, hogyha őszinte akarok lenni, tehát hogyha ez a játék nem lenne Dragon Ball, hanem ez a játék egy ismeretlen új anime franchise lenne, akkor ezt a játékot borzasztóan gyűlölné mindenki. Tehát ki kell mondani azt a dolgot, amit így ti nézőként nem feltétlenül érzékeltek, ha nem játszotok a játékkal. De hogy a Dragon Ball Z Kakarot az játékként nem jó. Tehát ez nem egy jó játék. Azt kell, hogy mondjam, bármennyire felháborítónak is hangozhat ez sokaknak, de ez nem volt egy jó játék. Ez egy közepes játék volt, aminek az RPG elemei nem rosszak, de egyébként totálisan fölöslegesek. A harcrendszer pedig borzasztóan ostoba, és ennél sokkal jobb harcrendszerek voltak már Dragon Ball játékban, mint amik ebbe vannak. Az open world az ilyen, lehet repkedni, elmehetsz a mellékküldetésekért, meg gyűjtögethetsz, de minek? Tehát, hogy így, ez nem egy jó játék. Ez egy zseniális történet a Dragon Ball, amit nagyon jól megoldottak grafikában, hangban, történetmesélésben. Nagyon-nagyon jó, de maga a gameplay az nem jó. Tehát, hogy aki nem Dragon Ball fan, az totálisan utálni fogja ezt a játékot, mert borzasztóan középszerű. Aki Dragon Ball fan, hát én azt mondom, hogy aki végignézte a végigjátszást, lehet, hogy jobban járt, mint hogyha megvette volna a játékot 60 euróért. Tök őszintén mondom nektek. Totál élveztem, mert imádom a Dragon Ballt. De ha nem imádnám ennyire a Dragon Ballt, hát... Nyilván, mondom, más tapasztalás ez nézőként, meg más úgy, hogy nyomkodom a B-t, 30. órája nyomkodom a B-t, és kasztolom a Big Bangot, meg a Kamehamét, meg a Spirit Bombot. Az a szerencse, hogy minden egyes alkalommal, ha Spirit Bombot vagy Big Banget kasztolok, nekem egy kicsit feláll. De ez a rajongás. Rajongás nélkül ez egy borzasztóan közepes játék. Jó-e arra, hogy megszeresd a Dragon Ballt? Nem. Nem jó, hogy megszeresd a Dragon Ballt, mert a gameplay nem jó. És az embert, hogyha nem ismeri a sztorit, nem fogja ez így elvinni ebben a formában. Szerintem. De... félreértés ne essék, én élveztem a játékot, de azért, mert én nagyon-nagyon szeretem a Dragon Ballt. De ha kritikus szemmel nézzük, hogy milyen a gameplay, akkor szar. Sajnos, tehát nem jó. Látványos, hangban király, de amit csinálsz a kontrollerrel, és amit kapsz, az nem jó. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy kaptunk egy új Dragon Ball játékot, de előrelépni nem sikerült. Talán átvezetőkben sikerült előrelépni, mert nagyon-nagyon jók voltak a cinematikok, amikor voltak, és amikor nem lett elszkippelve. Úgyhogy az én senkit nem érdeklő Nessai értékelésem az 10 pontból, hát, ha részrehajló akarok lenni, és nagyon Dragon Ball fan, akkor 7, ha reális akarok lenni, mint totálisan nem kvalifikált kritikus, akkor 6. Tehát, hogy ennyit tud a játék, és nagyon örülök, hogy végigjátszottuk, és nagyon örülök, hogy egy csomó embernek ezt a sztorit bemutathattam. Egy sztorit, ami nekem a gyerekkorom kedvence, de nem fogom azt mondani, hogy ez egy jó játék, amikor nem az. Amikor vannak Tenkaichi Budokai játékok, Xenoverse-ek, FighterZ-ek, amik jobbak, mint játék. Úgyhogy ennyit így összefoglalva a gondolataim a Dragon Ballról, remélem, hogy érthető volt, nem fikázni akartam a játékot, csak őszintén elmondani a hibáit. De én rohadtul élveztem a hibái ellenére, úgyhogy köszi-köszi!